Na srácok, átöltöztünk. Most már ilyen lájtosabb ruhában megyünk tovább. Megnéztük, hogy pontosan merre van a állatkert. És most oda fogunk menni a barátnőmmel. Elvileg csak ilyen 10 percnyire van innen a szállástól. Szóval oda megyünk motorokkal. Megveszük a jegyeket. És a pénztárnál megpróbáljuk otthagyni a shopikot, ne kelljen magunkkal cipelni. Szóval ilyen okosba megcsinálik a dolgokat. Na, megvárjuk, még elmennek az autók. Elvileg csak át kell menni kettő körforgalmon. Aztán van egy jobbos, és már csak egyenesen egészen az állatkertig. Fú, ennyi autó. Talán azután, a harmadik után. Jól van, oké. Na szóval, nekiindultunk a mai napnak. Ma akkor ugye ez a két megálló lesz, amiről szó volt. Megyünk az állatkertbe. Utána egyből megyünk a várhoz. Néztük az interneten, és vannak ilyen körbevezetők a várnál. Tudjátok, amikor bementek, és körbemutatják nektek a várat, stb. És vannak ilyen éjjeli körök, szóval este. Biztosan szépen ki van világítva az egész, meg minden. Szóval úgy döntöttünk, hogy meglátjuk, hogy végzünk az állatkertben. És utána elmegyünk ilyen esti kis körútra a várba. Lehet, hogy még szellemekkel is fogunk találkozni. Na, nem sokkal oda is érünk. Értünk a várhoz, már csak az itt a kérdés, hogy hol fogunk leparkolni. Megnéztük a térképet, és elvileg itt a vár mellett kell leparkolni, mert innen a vár mellől van egyből a bejárat az állatkertbe. Szóval előre megyünk. Sziasztok srácok, sikerült leparkolni, most pedig megyünk be az állatkertbe, aztán pedig elviszünk titeket a várba is. Na, csapjunk is bele! Na srácok, ide értünk, itt van a bejárat, mögöttünk van pontosan a Bajmóci vár, és ha megnézitek, akkor rengeteg ember itt van. Szóval alig bírtunk ide keveredni, annyi az ember. Akkor a sor az állatkertbe, hogy biztosan nem várjuk ki, de a várba be is rengeteg a sor, ha megnézitek, egész ott van hátul a bejárat. Szóval kb. Szerintem jó egy óra még bekerülünk és megveszik egyet, nem? Há, meg amúgy nem is látom, hogy bemennék. Szerintem meg kell várni azt, hogy mennyien mennek be, tudod, mondjuk beengednek 50-et, és akkor kijön mondjuk egy 5, és akkor bemennek. Szóval először megyünk a várba, aztán pedig az állatkertbe, hogyha sikerül. De lehet, hogy megyünk haza. De lehet, hogy hazamegyünk. Meg is mutatom a sort. Baloldali a várba megy, jobb oldali pedig az állatkertbe. Srácok, változás, megyünk az állatkertbe, ott a sor vége, de barátnőm már kivárta a sort, szóval elmegyünk hozzá. Még mindig a sor, és egész ott van hátul a bejárat. Srácok, végül átálltunk az állatkertnek a sorjába, kb. 40-50 percet vártunk, még bekerültünk. De már itt vagyunk, az a lény. Úgy volt, hogy a várba megyünk először, de ott szinte nem is haladt a sor, szóval inkább átjöttünk ide az állatkertbe. Szóval akkor most neki is vágunk, és körbenézzük az állatkertet. Itt vannak a teknősök. Hogy élvezik?
Ez az a majom a meséből, srácok. A dino meséből. Tegyem meg, nem? Tiszta jó. Nagyon hanulza, hogy megy. Itt vannak a flamingók, nem tudom mit látni belőle. Nyomok majd egy közelít telefonnal. Itt van ilyen kilátó, innen rálátás van a várra. Csak ebben az állatkertben van egyedül elefánt itt Szlovákia, méghozzá kettő is. Kula és Maja. Bejelentkezés, jó nagy emelkedőn van az állatkertnek a bal oldala. Na, barátnőm kirakja most a rókát. Kész? Ennyi volt, srácok, kiraktuk a rókát, és pedig megyünk tovább. Van itt egy óriás hangyavár is, amúgy rögtön ahogy sétálnak az emberek. Nézzétek meg, milyen hatalmas. Vász már? Nem. Én. Csak forró tímet láttam a hangyát. Jöttünk ajánlni, eltünk 4 hot dogot, nézzétek meg. Már nagyon éhesek vagyunk. Kb. 1 órakor jöttünk be az állatkertbe, most van... Délbe jöttünk be. Most van 3 óra, szóval eléggé eltelt az idő, és még van egy szakasz, amit nem jártunk be. Szóval bekajálunk, aztán megyünk tovább. Jön az asszonykánk. Ki ez a nő? Most megyünk tovább, felfedezzük a maradék részét az állatkertnek. Milyen volt a kaja? Kevés. Jó volt, de kevés volt. Ettünk ugye azt a hotdogokat, amúgy nagyon finom volt, nem kellett rá sokat várni. Ezt szerettem volna a hamburgert is, de arra több mint 25 percet kellett volna várni, az még ma nagyon sok szerintem. Már nagyon éhesek voltunk. Ja, sokat gyalogoltunk, szóval maradtunk a hotdognál, benyomtuk és most megyünk tovább az útra. Srácok, találtunk medvét is. Hallod milyen hangokat adok ki? Valamire ide reagálom. Nem
Mögöttünk található egy vivárium és egy akvárium. Terrárium. Szóval, terrárium is. Szóval megnézzük a lepkéket, a halakat és a békákat, hüllőket is. Na, menjünk is be. Na srácok, ez volt az állatkert, most pedig indulunk a várba. Reméljük, hogy nem lesz ott 300 méteres sor. Találkozunk ott. Add neki. Na most nyomva neki ez. Nagyon van neki még, de a messzebb, de a hosszú.